Szeretettel üdvözöljük a ProHardware TV nézőit! Sok pletykát és hosszú várakozást követően a Xiaomi bemutatta Mi Notebooker laptop családját, mely nem csak nevében, de sok másban is nagyon hasonlít az Apple MacBooker masinákra. A kínai gyártó rögtön két modellel indít, egy 12,5, valamint egy 13,3 hüvelykes variánssal, melyek mindegyike Full HD felbontású kijelzővel lesz kapható, tetszés szerint ezüst vagy arany színben. Kisebbik notebook mindössze 1,07 kg, vastagsága pedig 12,9 mm, belseje Core M3 platformon alapszik, míg a nagyobbik modell 14,8 mm vastag, tömege 1,28 kg, belsejében pedig Core i5 processzor dolgozik GeForce 940 MX VGA-val. Megjelenésük Kínában augusztus 2-án várható, mérettől függően 150 és 214 ezer forint körüli áron. Frissített, külső USB-s hangkártyával ellátott, játékosoknak szánt mikrofonos fejhallgatóinak csúcsmodelljét a Sennheiser. A PC363D utódjaként érkező PC373D sokban hasonlít elődjéhez, hiszen az alapok, mint a nyitott rendszerben dolgozó hangszórók, a nagyméretű bársony fülpárnák, valamint a fejhallgató, illetve hajlítható végű zajkioltós mikrofon változatlanok. Kicsit átdolgozták a megjelenést, az impedenciát 32-ről 50 ohmra növelték, az 1 voltra eső hangnyomás pedig 116 decibelre nőtt a korábbi 112-ről. Továbbra is támogatott a virtuális 7.1-es Dolby Surround térhangzás, valamint a mellékelt USB-s hangkártyára csatlakoztatva egy gomb megnyomásával lehet aktiválni, illetve a PC szoftver hangszínszabályzást is kínál. Mindezért 250 eurót kell majd fizetni a megjelenéskor, ami már nincs messze. 650, 750 és 850 watt összteljesítmény leadására képes verziókban dobja piacra a teljesen moduláris kábelezésű TAFPOWER DPS gRGB tápcsaládját a Thermaltake. Közös pontjuk, hogy mindegyik modell átlagos terhelés mellett eléri a 91%-os hatásfokot, hűtésüket 256 színben világító 14 cm-es ventilátorokkal oldották meg, és kaptak egy mikrovezérlőt, amely digitális úton szabályozza a tápegységet és annak hűtését, illetve a ledek színeit. A felhasználó tehát beavatkozhat a táp működésébe, illetve figyelheti a működési paramétereket, amelyekről igény szerint értesítést kaphat, illetve statisztikát is készíthet. Mindezt nem csak PC-n, hanem Android és iOS mobileszközökön egyaránt távoli eléréssel. Sajnos a gyártó hivatalos, ajánlott végfelhasználói árakkal nem szolgált. Augusztusban 500 euró körüli áron érkezik a BenQ Zowie XL2730-as monitor frissített kiadása. A 27 hüvelykes WQHD felbontású TN Plus filmpaneles XL2735 esetében a vibrálásmentes háttérvilágítás, az AMD FreeSync támogatás, a 144 Hz-es frissítés és az 1000 másodperces válaszidő változatlan, de megfejelték az egészet a Dynamic Accuracy névre hallgató újítással, ami az elmosódást hivatott csökkenteni. A káva szélére két kihajtogatható szárny, a Shield került, mely segít a játékra koncentrálni és megnehezíti az ellenfelek számára a közvetlenül rálátást a kijelzőre. Az állvány továbbra is minden irányban állítható, s ráadásul fedélzeti memóriával is továbbfejlesztették a vezetékes távirányítóhoz hasonlító S-switch kapcsolót, így most már háromféle egyedi képi beállítás eltárolására is alkalmas. Köszönjük szépen figyelmeteket, egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!